A franciák nyerték a norvégokat verve a németországi női kézilabda világbajnokságot, ahol a magyar csapat 15. helyen végzett, 3 győzelemmel és 3 verességgel. Legutóbb a mieink 2005-ben jutottak be a legjobb 4 közé. A kapitányként olimpiai és VB ezüstérmes, EB győztes Mocsai Lajos testnevési egyetem rektor, mesteredző elemez most velünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! Szervusz, jó reggelt! Lajos, 15. helyen végeztünk világbajnoksággal, ami negatív csúcs. Csak a világbajnoktól, az ezüstérmestől és a negyediktől kaptunk ki. Kétféle úton közelíthetjük meg, melyik a helyesebb, realistább megközelítés? Középút. Én azt gondolom, hogy azokat a csapatok, akiket a megelőző időszakban 5-8-10 góllal vert, mind a lengyelek, csehek, szlovákok, stb. Itt az egygólos győzelmek, ezek nagyon szorosak, tehát az érződik, hogy közelítünk a középmezőny felé, és elszakadunk az élmezőnytől. A másik dolog, hogy a franciáknál a nevelő munka a különböző képzőközpontokban folyamatosan produkálják azt, hogy a váltások, a csapatoknak, a korosztályváltások, vagyis a válogatott állam egy nemzeti ügy, borzasztóan folyamatos utánpótlásra építve erős marad. Ilyen standard értékben. Na most mennyivel és főleg miben járnak előttünk, hogyha nem csak a franciákat nézzük, hanem ezt a bizonyos elitet, franciákat, norvégokat, hollandokat, és most arra vagyok kíváncsi, hogy amit a pályán láttál abban. Hát az első dolog, hogy az egyéni potenciál, a játékosok főként átlövő pozícióban betöltött fizikai szerepe meghatározott. Átlövő erő, fizikai fellépés. Tehát a lövőerő egy-egy elleni cselezőképesség mindenképpen, hiszen ma már a helyzet kialakításnak az alapja, az alapstratégia 2-2, 3-3 elleni játékokban sorsdöntő. Aztán, ami nagyon fontos, hogy a védőjátékban az ellenfél hibára való késztetése, a megfelelő kiprovokált, kierőszakolt hibák és ebből való labdaszerzésre épült lerohanásos támadás vett is. Hát, röviden meg lehet fogalmazni, a játéknak minimum 4 fázisa. Az 5. fázisát azt szoktuk mondani, hogy a támadás előkészítő, a védelem fölállítására szolgáló fázis. Gyakorlatilag mindegyikben elmaradunk jelenleg a világélvonalán. Úgy, ha azt nézzük, hogy 15. hely, ezt így kimondani, eléggé sokkoló a magyar kézilabda kedvelői számára. Főleg, mert egy lefelé irányuló sorozat állomása és alsó állomása. Beszéljünk hanyatlásról, átmeneti állapotról beszéljünk, mi itt megint csak a reális megközelítés a jelenlegi állapotra? A 15. hely meghatározása, ez általában a csoportba elért gólok, ellenfelek elleni relációból adódik. Lehetett ez volna sokkal jobb is, hogyha másképp... Hát ha más a lebonyolítás, igen, például, hogy más is lesz majd így a jövőben. Van, azért mondom, hogy ez nem mérvadó a 15. hely. Én a magyar csapatot úgy határozom meg most, hogy a 8. hely és attól a 12. közötti pozícióban van. Ez a realitás. A másik dolog, hogy valójában a munka része, tehát a nemzeti válogatottban való szereplés, az nagy mértékben függ az évek alatt, nem egy évek alatt fölépített munkától, és ennek a megszervezése, valamint a munka ellenőrzöttségétől. Tehát én azt mondom, hogy 24-26-a jól emlékszem, nemzeti, más nemzeti válogatott játszik a világ egyik legerősebb bajnokságába, a magyar női kézilabda NB1-be. Ezen annyiban szükséges változtatni, hogy a világszintű klubcsapatainknak nyilvánvalóan lehetőséget kell biztosítani, hogy nemzetközi klasszisokkal erősödve vegyen részt a világ legjobb és legerősebb kupáiba. De ki kell alakítani szerintem a 4. hely után, 6. hely, 8. helyig azt a 4-5 csapatot, ahol a legjobb magyar tehetséges fiatalokat kell. Tehát azt nem tartod jó, bocsáss meg, nem tartod jó tendenciának, hogy nemhogy Győrtől, hanem Siófoktól Kisvárdáig, ha ránézünk a csapatokra és a keretekre, 3-4-5 a világ elitbe tartozó válogatott kiválóságát tartja el a magyar bajnokság, és akkor itt jön vesző, miközben a magyar játékosok pont. Tehát ez egy érdekesség. A magyar válogatott élén külföldi férfi és női kézilabdában edző van, a magyar csapatoknál is külföldi és magyar edzők edzenek, viszont mi készítjük fel a bajnokság, a világ elitjét a ellenünk való nemzeti válogatottakra, hiszen a nézők nem tudom, tudják-e, 30 napot kell tudni biztosítani egy játékosnak, ami annyit jelent, hogy közel 2 hetet egy világverseny igénybe vesz, és körülbelül 2-1 hete van, ha külföldön játszik egy játékos. Magyarul azért fontos, hogy itthon maradjanak, és itthon játszanak a legjobb játékosok, és számukra az egész éves fölkészülést meg kell egymásra épülen oldani,
akkor lesz újra komoly válogatott, hogyha első dolog, a fizikai képességek területén mondjuk egy norvég és egy dán élcsapatnak a fizikai állapotát meghaladja egy magyar női válogatott. Most szerintem ezt nem éljük meg. A másik dolog, hogy a stratégia és egyéb elképzelése, a technikai perfekció, a lövőerőképzés, az ugróerőképzés, egyáltalán a testtömeg, amely a magasság és a testsúly kilogramban meghatározza a játék eredményességét, újra egy olyan szerkezetet hoz, amivel a világ élvonalával tudunk versenyezni. Erre például ezekre a paraméterekre azt tudod mondani, hogy a Nemzeti Kézilabda Akadémián úgy képzik a fiatalokat, akik a maguk korosztályában ezekben a fizikai paraméterekben már jobbak lesznek, megfelelőek? Köszönöm a kérdést, mert ezzel kapcsolatban volt egy rendkívül, hát nem túl szakmai megjelent anyag az egyik portálon. Valójában mi 14-től 18 éves korig képezzük a játékosokat, és ott miután Európa bajnoki harmadik helyezett, junior második az elmúlt években 11-szeres magyar bajnok lett a Nemzetközi Akadémia csapatai, de hát a kézilabda az nem gyereksportág. Tehát aki olyan gondol, hogy 14-18-ban nemzeti világversenyen kell részt venni, nem a saját körösztályban, a felnőttben, az rendkívül nem ismeri az egész kézilabda sportágot. Tehát ez felelőtlen és szakmaiatlan. A jó hír, hogy van például serdülő csapatunk, ahol 4-6 ember van 180 centi, vagy a fölötti lányunk, akivel eredményesen versenyzünk már. Most három bajnokságban vezet a Szeged, Veszprém, Győr, és a nyilván a férfi-női viszonylatban Ferencváros óriási utánpótlás bázisával együtt küzdünk a mértes helyekért, és azt kell mondanom, hogy az utánpótlás válogatottak 50%-át adja már a Nemzeti Akadémia. Jó úton vagyunk, röviden a sporttudományos eredmények alapján dolgozunk, egyrészt a személyiségfejlesztés, a mentális fejlesztés, antropometria és a képzési anyagunkat az Európai Unió Európa egyik pozitív, legmodernebb példájának emelte ki az elmúlt évben a Nemzeti Akadémia szakmai anyagát. Amit mondtál a magyar bajnokság légiósairól, egyébként a férfi vízilabda bajnokságot úgy szintén ez jellemzi, rengeteg külföldi játszik. Igaz, inkább az első, a mező első felnyében lévő csapatoknál, vagyis ez különbség. Viszont ott gyakorlatilag, nem gyakorlatilag, minden kispadon magyar vezetőedzők ülnek, tehát azért az a különbség megvan a két sportág között. Kellene-e, amit mondtad, hogy hogyan lehetne ezen változtatni, adminisztratív intézkedések szerint a szövetség részéről? Szerintem a szövetség ezen gondolkodik. Én társadalmi elnöke is vagyok a szövetségnek, és a holnapi nap lesz értékelése az Európa bajnokságnak. Világbajnokságnak, de nem csak ennek, hanem az elmúlt időszaknak, elnézést. Hát valójában azt kell mondanom, hogy amiről beszéltünk, egyrésztről kell egy olyan kontrolling, amivel a játékosoknak az elvégzett munkáját folyamatosan ellenőrizni tudjuk. Másrészt nyilván a magyar edzőknek, én tanítok egyrészt a Testnevelési Egyetemen, másrészt a szövetség mesteredzői szakán nagyon sok tehetséges, komoly magyar edző ül ezekbe a padokba. Biztos vagyok benne, hogy szükséges, hogy ők nagyobb szerepet kapjanak, mert ők egymás között is, a klubok közötti együttműködés, a megfelelő rivalitás mellett is nagyon fontos. Tehát én azt gondolom, hogy a hosszú évek egymásra épülő munkáját ilyenképpen lehet meghatározni. Volt nekünk egy javaslatunk, ez a performance director, ez a szakmai igazgató, amely kívül van az adott szövetségen, hogy nem az anyagi, hanem a szakmát ellenőrizze, és ezt az angolok alkalmazták, és exponenciálisan megnőtt az olimpiai eredményességük, ahol valaki a saját tekintélyével, a saját nevével 4 évre a szakmát a szövetségi kapitánnyal együtt megalkotva, vállalva a felelősséget irányított. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell elindulni, mert számon kérik rajtunk az eredményességet, és ha nincs felelősségvállalás, mindig csak tímek elkenik a felelősséget, én ezzel nem értek egyet. Tehát egy nagyon erős, nagyon centralizált vezetése van szükség. Kim Rasmussen neve jól cseng a kézilabda világában, jó eredményeket ért el eddig. Te látod az ő törekvéseit, hogy milyen jövőt épít a magyar kézilabda válogatottal azzal, amit ebből az anyagból, az eddig rendelkezésre álló munkával kihozott? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy Rasmussen, Kim Rasmussen úr is letegyen egy olyan szakmai koncepciót írásban, amely a következő vagy hosszú évekre szól, amiben kiderül, hogy az elképzelések a fizikai képzés területén
stratégia területén is, a, mondjuk a pedagógikum, az élsportolói személyiségfejlesztés területén együtt, hogy képzeli el. Ezt az anyagot még nem láttam személy szerint, de biztos, hogy el kell, hogy készítsék minden külföldi edzőnek. A másik dolog, hogy én a Bundesligában azért 10 évet dolgoztam, a világ legerősebb bajnokságában. A 6. hónapban nem tudtam németül mondjuk egy sajtókonferenciát tartani, akkor felszámolták a szerződésemet. Tehát magyarul, magyar lélek, magyar emberekkel való kommunikáció, az nem fordulhat elő, hogy az ember az időkérés során hallja a televízióba, hogy az egyik hölgy a másiktól kérdezi, hogy miről van szó. Tehát a kommunikációt valamilyen módon... Külföldi kapitány tanuljanak meg magyarul. Én azt gondolom, hogy aki itt keresi a pénzét, az tanulja meg magyarul. Pálinger Katalin szerint a következő EB-n már sikeres lehet ez a válogatott. Osztod az optimizmusát? Pálinger Katalin, mint a szövetségnek a szakmai, ilyen a női szakágért való elnök helyettese, én azt gondolom, hogy ő ismert a Rasmussent, ő velem tárgyalt meg előzőleg, hogy ez támogatható, valóban az ambíció, a motiváltság erre az emberre jellemző. Kérdés, hogy a magyar viszonyokban hogy tud alkalmazkodni, és képes-e arra, hogy egy olyan játékos állományt, ugye mindig olvasunk, hogy kiemelkedő technikai, taktikai tudású a magyarok, és, de összességében a világverseny ezt nem tükrözi. Na, magyarul sokkal mélyebben bele kell nyúlni ebbe a szakmai munkába, és ha ő megkapja a koncepciójához a támogatást, akkor benne van ez az eredmény. Bár most azt kell mondanom, hogy elsősorban a közös összefogásra, és még egyszer mondom, az elvégzett munka folyamatos ellenőrzettségére tenném a hangsúlyt. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Nagyon szépen köszönöm.